A világ egyik legjobb utcai futóversenyének tartott New Yorki maratonon a kerekesszékes kategóriában a férfiak között az amerikai Daniel Romanchuk, a nőknél a svájci Manuela Scher lett az első, míg a handbike-osok között a spanyol Vicente Yanguez, illetve az amerikai Devon Murphy győzött. A hagyományos kategóriákban a nőknél a kenyai Mary Keitany nyert, immár negyedjére. A 36 éves, két gyermekes Keitany 2 óra 22 perc 48 másodperces futással lett az első. A férfiak között az etióp Lelisa Desisa volt a leggyorsabb. Ő 2 óra 5 perc 59 másodperc alatt teljesítette a 42 kilométert. A versenyen 50 000-en értek célba, és több mint 500 000 ember szurkolt a pálya mentén.